Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket újra a Tabuk, tények, titkok mai műsorában, és egy három részesre tervezett beszélgetés első részét fogják látni. A vendégem Grandpierre Attila, aki néha-néha már volt vendégem ebben a műsorban. Attilával nagyon sok témát érintettünk, egyáltalán az élet működését, aztán a naprendszer és különösképpen a nap működését és ennek a érdekességeit, figyelemre méltó furcsaságait, de utoljára Attilának egy nagyon vaskos, átfogó munkájáról beszéltünk, ami gyakorlatilag a magyarság teljes történetéről szólt, és most ezt a témát folytatjuk, vagy bogozzuk tovább annak kapcsán, hogy most jelent meg az Attila új könyve, a Selyem út ős története, de ebbe alaposan benne van a magyar történelem is. Most először, a műsor történetében most először ezt a könyvet nem tudtam előtte, tehát adás előtt elolvasni, mert ez a könyv annyira friss, tehát én is csak most találkoztam vele. Úgyhogy az Attilából fogom majd kipréselni a lényeget. Tartalomi edzéket már átnéztem, nagyon-nagyon izgalmas, nagyon tartalmas, és megint az volt a véleményem, hogy az se lenne baj, ha ez a könyv kétszer ilyen vastag lenne, mert azokat a témákat, amiket felvetettél, hosszabban is ki lehetett volna fejteni. Na, de kezdjük az elején. Az első fejezetben hosszan boncolgatod a történelem menetét felemelő irányba a fordító világnézetekről. Ugye rengeteg világnézet alakította ezt a földet, az arculatunkat, a társadalmi arculatunkat. Ugye a nagy világvallások, és azon belül is például hát a kereszténységnek, pont a technikai kultúránkon keresztül a kereszténységnek volt itt meghatározó szerepe. A buddhizmus eltűnőbe van, de úgy különösen a magyarságról, a nyugati civilizáción belül nem szoktak beszélni. Tehát éppen azt néztem, hogy nagyon-nagyon vaskos, részletes a történelemkönyvek, például az első vagy a világ, vagy a második világháború történetéről. Magyarokat még egy ilyen részletes könyv is két oldalba elintézi a magyarság szerepét, pedig az első világháborúban Szarajevó miatt, ugye ott voltunk nagyon is a sűrűjében, a tragikumban, második világháborúban pedig az országunk méretéhez képest borzalmas veszteségeket szenvedtünk. Tehát már csak ennek kapcsán is kellett volna írni, de általában azt gondolom, hogy a magyarság történetével úgy nyugaton nagyon nincsenek tisztában, tehát nekem mindig ez jön le. Nyilvánvalóan hát kicsit jobban járunk, mint a vandálok, akiknek nagyon rossz a sajtója, pedig ők egy germán törzs volt, akik hosszú vándorlás után végül is a honfoglalásukat Észak-Afrikába vitték véghez, aztán fel is oldódtak, eltűntek már a muszlim tengerbe, mi megmaradtunk. Beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy nekünk miért sikerült mérsékelten, de sok-sok gond és probléma ellenére megmaradnunk, és gondolom, hogy ennek azért köze van ahhoz, hogy milyen utat jártunk be addig, amíg ide találtunk. Igen. Hát először is azt szeretném kiemelni,
ahogy a könyvnek az első fejezete ugye a világnézetet, egy olyan világnézetet lát szükségesnek, ami a felemelkedésünknek az alapfeltétele. És a történelemről nagyon nehéz képet alkotni, mert tényleg, ahogy te is említetted, nagyon sokféle tényezőt szoktak kiemelni, és nagyon nehezen lehet bármire rámondani azt, hogy ez most jó, vagy nem jó, vagy haladás, vagy nem, felemelő, vagy le, épp ellenkezőleg lesújtó, vagy lezüllesztő. És ebben a teljesen tisztázatlan helyzetben kulcsfontosságú, hogy azt felfogjuk, hogy a világnézetek, akárhány van benne, és tulajdonképpen minden embernek van saját világnézete, akár még azt is lehet mondani, hogy ez is minden nap változik, hiszen az ember is változik folyamatosan. De mégis azt kell mondani, hogy a világnézetnek vannak alaptípusai. És hogyha ezt tudomásul veszük, hogy a világnézetnek vannak alaptípusai, és ezeket jól ismerjük, hogy mondjam, ezek nem valamiféle ezoterikus vagy rejtett tudásnak a nem titkos megfelelői, nem titkos tanok, nem is nehezen megérthető szaktudományokra van szükség ezzel kapcsolatban. A józan eszünkre van szükség, és amúgy is mindenki tudja, hogy csak éppen nem veszük figyelembe, amikor a történelem egészéről, az emberiség egészéről képet akarunk alkotni, vagy mondjuk itt most nekem az volt a feladat, hogy a jövőnk egészéről alkossak képet, mert a jövőnk egészét kell fölemelni. És ez úgy tűnik, hogy lehetetlen feladat, de ez nem így van. Mert hogyha megértjük azt, hogy a világnézetnek igazából három alaptípusa van, ami egyetemes, és nem nagyon lehet többfélét kitalálni. A világegyetem vagy ilyen, a lényege vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Na, mondjuk el ezt Mondjuk el ezt a hármat. Az egyik az a közismert, ugye, ami manapság tarol, és egyeduralkodó helyzetet tölt be, ez a materialista világnézet. Vagy a fizika uralma ugyanide tartozik. És ez a materialista szemlélet az, ami a nyugati civilizáció jellemzője, és ami azt jelenti, hogy ennek van egy értékrendje, és ezzel jellemezhető, úgyis az értékrend csúcsán az anyagiak állnak, az anyagi javak, ugye, fogyasztói társadalomban azért él az ember, vagy azért dolgozik, hogy fogyasszon, anyagi javakat fogyasszon. Ugye, hát szomorú, de hát így van. Ismert. Ismerjük valahonnan. És az anyagi szempontok, tehát az, hogy hogyan mérjük az életünket a fizetéssel, ugye, hogyan döntünk a pályán, hol mennyit fizetnek, ugye, az, hogy a hatalomra irányul a nyugati civilizáció, és a sikerre, a pénz, minél nagyobb a vagyon, minél nagyobb felhalmozására, hát ezek mind az anyagi javak. Jó, de Attila, ezt a kínai történelemben is megtalálom ezt a vonulatot, és az indiai muzulmánban, tehát a mogul tulajdonképpen uralkodók ugyanígy próbáltak területet, hatalmat, pénzt szerezni. Tehát ez a muszlim mogul gondolatvilág, ez megvolt, nem csak a spanyol hódítókban, hanem a muzulmánokban is. Igen, tehát itt az anyagiaknak a fontossága, ugye a testi létnek a fontossága, az nem vitatható. Ugye, tehát az anyagi szempontokra szükség van az élet, ahhoz, hogy az élet megfelelő legyen, ahhoz az anyagiakra szükség van, ugye. Hiszen részben az embernek teste van, lelke van és szelleme, és a testiek azok hozzá kötik az anyagi világhoz. Tehát ez egy érthető. Hogy aztán a muszlimok azok mennyiből tekinthető, mondjuk a muszlim vallás a nyugati civilizáció részének, ez megítélés kérdése, és itt én ezt nem is érintem a könyvemben, ezt a kérdéskört. De azt gondolom, de ahogy Kínát említetted, hát ez egy nagyon jó felvetés, mert az anyagiak kért folytatott küzdelem, az azt lehet mondani, az elmúlt 3000 évben mindenhol jellemzője volt, vagyis hát a földgolyó nagyobbik részén jellemzője volt a történelemnek, de azt hozzá kell tennem, hogy ez nem volt mindig így, és ugye én itt a történelem egészét, az őstörténelem egészét igyekszem áttekinteni, és
ebben a több millió éves időskálát is igyekszem megvilágítani, de amit részletesebben meg tudok világítani, az, ami közelebb van hozzánk, és itt van egy olyan időszak, ami 35-40 ezer évre tehető, és ez a Selyemútnak, ez alatt jött létre tulajdonképpen a Selyemút ősi eurázsiai civilizációi, amivel épp úgy nincs kibékülve a nyugati civilizáció, mint a magyarság létével. És ez az ősi eurázsiai civilizáció az, ami tulajdonképpen magyar alapítású és magyar jellegű civilizáció. Ugye ennek a civilizációnak az egyik állomása, ennek a 35-40 ezer éves alapvetően egységes civilizációnak, ami a Kárpát-medencétől a Csendes-óceánig és Észak-Indiáig terjedt, és régészeti, vallási, történeti és nagyon sok egyéb nyom, a népmese, ugye 11 tudományág alapján vizsgáltam meg ennek a Selyemút körzetének az őstörténelmét, és ez a 11 tudományág egybevág. Tehát ezt nem lehet, hogy mondjam, kétségbe vonni, vagyis hát lehet, de nincs értelme, mert ha 11 tudomány egybevág, ennek komoly oka kell, hogy legyen. És az a 11 tudománynak a legújabb eredményeit úgy összesítettem, hogy megkértem az egyes tudományágak legjobb magyarországi szakértőit, hogy lektorálják a fejezetet, és ne azt tekintsék, ne olyan szempont alapján bírálják el, hogy a lehető legjobban kíméljék a szerzőt, hanem ne kíméljenek, mert nem az a fontos, hogy az én vélt igazamat megírjam, hanem az, hogy én magam is rájöjjek arra, hogy mi az igazság. És itt nem az én magán érdeklődésemről van szó, hanem egy közügyről, a Magyarország történelméről. Ugye itt nem való az egyéni szempontokat e fölé helyezni. Tehát nyugodtan bíráljanak meg keményen, mert az igazság és a magyarság érdeke is ezt kívánja. És ezek megbírálták, és nekem át kellett írnom fejezeteket. Volt olyan fejezet, amit háromszor alatt gyökeresen, teljesen át kellett írnom. Attila, mondtál egy számomra sokkoló adatot az utóbbi 40 ezer év. Ugye nyugaton is, meg mi is tulajdonképpen az utolsó 1000 évet tartjuk számon, úgy, ahogy, igen, de az előző 39 ezer évet nem. Igen. De nekem most az tűnik sok-sok apró bizonyíték nyom után, hogy 12.800 évvel ezelőtt volt egy nagy kataklizma a vízözön, valami kozmikus óriási baleset, és az egy óriási választóvíz volt az előtti emberi, meg utána levő emberi történelemben, de úgy gondolunk az előtti történelemre mindig, hogy hát gyakorlatilag barlangokban laktunk, és patintott kövekkel, meg nyers húson, tehát az a fél állati, fél primitív a lét. Most ehhez képest a 40 ezer év történetét említetted, ami nagyon mellbevágó. Hogy tudod ezt bizonyítani, vagy milyen régészeti kemény bizonyítékok vannak erre? Igen, hát van itt, igen, most itt ebben úgy látszik, nincs az ősi Magyarországban benne van az a kép, amit mutatja, hogy 35 ezer évvel ezelőtt itt a Kárpát-medencében olyan kultúra virágzott, ugye a Felvidéken a Pavlovi kultúrának nevezett kultúra például, de a Willendorfi Vénuszt is ugye a Kárpát-medencében hozták létre. Ezek az anyaistennő szobrok azok, amik egységesek ebben a Selyemút műveltségben, a Kárpát-medencétől és még nyugatabbra is, egészen a Csendes-óceánig és Észak-Indiáig. És ezen kívül, ugye az anyaistenné szobrokon kívül még azt is hozzá kell tenni, hogy időszámításunk előtt 26 ezerben temettek el egy rendkívül tekintélyes urat, mégpedig szakrális módon, tehát királynak kiáró temetést kapott, rendkívüli temetést, és vegyük figyelembe, hogy a bronzkorban, tehát időszámításunk előtt 2000-ben, hogyha találtak egy minden térségben máskor kezdődött a bronzkor, de mondjuk időszámításunk előtt 2000-ben a Stonehenge környékén találtak egy olyan íjász királynak nevezett leletet, amin több mint 100 tárgy volt eltemetve mellette, és e között volt 2-3 fém tárgy.
És ezért királynak nevezték, mert ez egy rendkívüli dolog volt, hogy ennyire gazdag, különlegesen gazdag. Na most itt nem időszámítás előtt 2000-ben vagyunk, időszámítás előtt 26 000-ben. És ennek az úriembernek a ruháján 2900, nem tudom, 86 darab olyan mamutcsont gyöngy szerepelt, vagy volt rá varva a ruhájára 28 000 évvel ezelőtt, aminek a közepe ki volt fúrva, tehát tökéletes kis gömbök, és a közepe úgy ki volt fúrva, hogy föl lehessen fűzni, és ilyen menteszerűen, zsinóros menteszerű felső ruházata volt, és volt egy keresztpántos koronája, a mellette a jobb kezénél egy olyan kiegyenesített mamut agyar, ami 2 méter 40 centi hosszú, szemmagasságban egy napkorong, egy különleges napkorong, aminek van egy belső gyűrűje, egy külső gyűrűje, és 8 darab páros küllő köti össze, ez pontosan megegyezik a magyar szent koronának a nap ábrázolásával, amint a szemből nézetben, ugye a nap és a holdat ábrázoljuk a szent koronán, és a napkoronát, a napot úgy ábrázolják, belső gyűrű, külső gyűrű, 8 darab páros küllő köti össze a magyar szent koronán, úgyhogy a közepén be van fűződve. Tehát, és az 28 000, és keresztpántos korona. És ez a 2 méter 40 centi hosszú kiegyenesített mamutagyarról nem tudják, hogy milyen technikával egyenesítették ki, ma még nem tudnák ezt úgy megoldani, mint ahogy 28 000 évvel ezelőtt már fejlett minden bizonnyal vegyi és hőkezelési és egyéb technikákat is bevetettek, tehát nem lehettek annyira rendkívül műveletlenek. Mondom, nadrágban volt az úriember, zsinóros mentében, koronában, és ez a mellette levő mamut agyarból kiegyenesített hosszú mamut agyar, ez egy jogar, egy királyi jogar kellett, hogy legyen. Tehát egy 28 000 éves királyról beszélünk, az orosz régészek szerint, ez Moszkvától 180 kilométerre kelet, észak-keletre fekszik ez a Szungír nevű lelőhely, és ennek az orosz feltárói azt mondják, hogy ez az úriember egészen biztosan ahhoz az Urál-Altái népcsoporthoz tartozott, aminek a legnagyobb létszámú és legkiemelkedőbb népe a magyar volt. Tehát és a maga a keresztpántos korona is. Hát Nyugat-Európában nem volt keresztpántos korona. Ugye a Sutton-Hui angol király 1000 évvel ezelőtt egy vas sisakban volt a koronája. Egy vas sisak. Ugye? És az angol korona a Edward király korára nőtt föl annyira, hogy a magyar koronát tekintette mintának, és keresztpántos koronává változott a nagyobb tekintély érdekében, mert a világon a legnagyobb tekintélyű a magyar szent korona volt, és abban az időben ez köztudomású volt. És az angolok ennek alárendelték magukat. Tehát itt egy ilyen 28 000 évvel ezelőtt nem csak a ruházkodásról lehet beszélni, hanem királyság intézményéről is. És vannak olyan rekonstrukciók, amik rekonstruálják, és azt akartam megmutatni azt a képet, hogy hogyan éltek ezek az emberek, hogyan dolgoztak, milyen munkát végeztek. És hát ezeket ma már meg lehet állapítani, hát bámulatos. Érdemes megnézni azokat a képeket, az Ősi Magyarország című könyvben benne van, amik a pavlovi kultúrának a mindennapjait rekonstruálták. Tehát ez egy teljesen velejéig hazug nézet, amit a nyugati civilizációban mindenkinek a fejébe tömnek. Ez ugye? Most az iskolai tananyag. Ez az iskolai tananyag, és lényeg az, hogy én úgy fogom föl, és úgy látom, az a megítéli, arra a belátásra kellett, hogy jussak, hogy a nyugati civilizáció azzal indult, hogy a múltat végképp eltörölni. Tehát minden, ami előtte volt, mind a mai napig nincs kibékülve a nyugati civilizáció más civilizációk létével. Ugye a Kínával sincsen kibékülve, semmi neki, csak az jó, amit ő választott, és amit kiválasztott, az hát nem igazán kedvezi az emberiségnek, mert az anyagiaknak minden áron való erőltetése, bármennyire is fontosak az anyagiak, mégsem lehet, tehát ez egy embertelen, lelketlen törekvés. Ez a léleknek és az értelemnek, az emberi boldogságnak, az értelmes életnek és az embernek, ember számára megfelelő társadalmi rendtől teljesen idegen. Igen. Na, a három közül akkor az egyiket... Ez a materialista. Igen. Van egy másik, ami hírből ismeretes manapság már, de azért valamennyire talán mégis igen. Ez az úgynevezett idealista világnézet, ugye. Még azt is lehet mondani, hogy van olyan, ami kever, tehát dualista, vagy a Descartes például dualista volt. És ez az idealista a tudatot tartja a világegyetem egyetlen
abszolút lényegének. A materialista az anyagot tartja a világegyetem egyetlen és abszolút lényegének. Amiről én beszélek, és ami, az emberiség felemelkedését lehetővé teszi, az nem olyan, ami kardoskodik az egyik vagy a másik mellett, se nem olyan, hogy akkor legyen anyag is, meg tudat is, hanem én azt gondolom, hogy a legfontosabbat hagyta ki mind a kettő, ugye? És akkor az ember a kettő közül választ, akkor biztos, hogy veszít bármelyiket választja, mint hogyha a főbelövés és az öngyilkosság között lehetne csak választani. Ugye? Mert az, ami igazán számít, és ami csak az számít, vagy hogy mondjam, az a perdöntő, az, hogy a lélekkel mi lesz, az élettel mi lesz. Az élet javára szolgáló civilizációt akarunk, vagy pedig nem számít az élet, az anyagiak majd menjenek előre. Ugye? Ez... Én a számomra nyilvánvaló, hogy az élet, az élet, az élet. És az élet viszont, és ez a világnézet, amit én az emberiség felemelésére alkalmasnak látok, ez nem egy intoleráns világnézet, mint a materialista vagy az idealista, amelyik a saját, lerakja a garast, mindegy, hogy igaza van-e vagy nincs, de tűzön-vizen keresztül azt akarja védelmezni, álló háborút folytatva. Ugye? És évezredek alatt nem jutott semmire előre, mind a kettő makacsul csak a saját igazát súlykolja. Az megértésre semmi hajlandóságot nem mutat. De van egy harmadik, ami azt mondja, hogy az anyag is fontos a világ, a jólétünkhöz, az emberi élethez, a tudat is rendkívül fontos, de a legfontosabb a lélek. És ez mind a három, ezért ezt én úgy nevezem, hogy átfogó világnézet. És azt gondolom, hogy lényegében ez számít. És a világegyetemnek három lényege van. Az anyag, az értelem, és a lélek, az élet. És e közül a három közül az élet a legalapvetőbb, ezért van az, hogy az ember élő lény. Ugye? Alapvetően élő lények vagyunk. Másodsorban vagyunk emberek. Az emberiséghez tartozó értelmes lények, legalábbis... mint az emberiséghez tart. Tehát megvan bennünk a lehetőség arra, hogy élő lények legyünk, és értelmes lények legyünk. A legnagyobb baj a materialista világnézetnek éppen az, hogy ezzel a lehetőséggel nem élünk. Tehát nem vagyunk igazán élő lények, nem vagyunk igazán értelmes lények. Mert elidegenített bennünket a materializmus, vagy az idealizmus, vagy a kettő kocsvaléka, vagy egyvelege, elidegenített bennünket a lelkünktől. Az élet felfogásunktól, az élet ösztönünktől. Olyan elmélet uralkodik egyeduralkodóan, és hogy mondjam, ellentmondás nem tűrően az életről, amit a darwinizmus szerint ugye a túlélésre irányul. Hát könyörgöm. A túlélés az csak életveszélyben kerül elő. Az életnek nem ez a normális menete, hogy egyfolytában lehet. Ott még nem tart a materialista civilizáció sem. Igen, hát evolúció-biológiai intézetek, meg tanszékek vannak, igen, de kreacionista tanszék az nincs. Ugye ez itt pontosan megmutatkozik, hogy vagy materialista valaki, és akkor evolúció, ugye a tárgyi leletek alapján, ugye, hogy hogyan éltek túl, az erősebb jobban túlélt, vagy aki jobban tud szaporodni, és ez az egyik szemlélet, a materialista. Van egy másik, a kreacionista, hogy nem, van egy tudatos lény, az Isten valahol a világegyetemen kívül, ez homályba hagyja, hogy mit ért a világegyetem alatt, illetve vagy pedig azt is materialista módon érti, hogy az anyagi világot, akkor nesze neked, ugye a világegyetem, jól le van számolva, hogy ez mennyire indokolt, egyáltalán nem. És akkor azt mondja, hogy akkor mindent az Isten csinált. Ugye? Hát ez is egy erőteljesen megkérdőjelezhető, mert addig, ameddig nem tudjuk, hogy mi az Isten, addig ugye bármit rá lehet fogni. De ugye amire szükség lenne, az, hogy ott van az életnek az elméletéből, hogy lehet kihagyni az életösztönt. Ugye az életösztön nem számít. A túlélés meg az menjen elő, meg az, hogy ki az automatikus ciklusok, vagy hogy van, autokatalitikus kémiai ciklusok kapcsolódnak össze, és a sejtek azok gépek, benne van az egyetemi tankönyvekben. Így van. Tehát mi gépekből állunk. Igen. Igen. Gépekből, az emberi test, az emberi szervezet, hát bőtön. Ez teljes abszurditás, teljes képtelenség. Egy baktérium is így van elgondolva. Így van, mint hogyha nem élne. Ugye? Hát ennek a lényege, ami életveszélye szintén, hogy az embert magát is zombinak tekintik, ugye egyrészt zombisítják, elidegenítik önmagától. Kettő, hogy megtagadják, hogy ne is akarjunk arról álmodni, hogy valaha is majd a saját akaratunknak megfelelően mozgatjuk a testünket például. Ennek ez a végkifejlete. Szóval ez egy szörnyű, ez egy szörnyeteg, ez egy őrületes téveszme. Ezek gyakorlatilag az őrületre azt szokták mondani, az őrületben van logika, van benne rendszer, csak éppen a kiinduló eszméje téveszme.
Na hát akkor ez, ami nyugaton folyik, ez szintiszta őrület. Ugye, mert a kiinduló eszméje téveszme. Az, hogy csak az anyag létezik a világon. Hát ez egy teljes téve. Hát honnan veszít? Ugye, tagadjuk ki az élet ösztönt, tagadjuk ki a lelket, tagadjuk ki az emberi értelmet. Igen, ugye, hát, akkor ki irányítja a cselekvéseimet? Hát ha orvostudományi egyetemen végez valaki, akkor hallja ugyan a lélek szót, de azt olyan értelemben, mint a vágyak összessége. Viszont most az első 25 percünk lejárt, úgyhogy most egyelőre itt elvágjuk a beszélgetést azzal nézőktől, most el kell köszönnünk, de azzal, hogy következő részben innen folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen az érdeklődésüket, és kövessenek minket a következő héten is. Viszontlátásra! Köszönöm szépen! Viszontlátásra!